A műsort támogatja az Illés Sportalapítvány. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Itt a hónap utolsó hétfője, ami azt jelenti, hogy itt a Szombathelyi Televízióban Monstre sportműsorra várjuk Önöket a képernyők elé. Ez pedig azt jelenti, hogy lesz Aréna, aztán Akadémiai Foci Magazin, végül pedig Portré. Az Arénában ma három sportággal foglalkozunk, a kosárlabdával, a labdarúgással és hát a diáksporttal, ami azért több sportágat ölel fel, de akkor ezt kezeljük így külön. A nyereményünk a Falkó csapatához kötődik, a kosárlabdához, ugyanis kétszer két darab belépőjegyet sorsolunk majd ki. Az április 9-én szerdán megrendezésre kerülő Falkó Jászberény bajnoki kosárlabda mérkőzésre, melyet a csapatok természetesen az Aréna Szaváriában játszanak majd. Aki szeretne belépőt nyerni, annak nincsen más feladata, mint az, hogy küldjön nekünk SMS-t, akár kérdést, akár véleményt, amely jól ismert számra, azaz a 0620-2020-800-asra várjuk az SMS-eiket, és akkor a bevezetésből az én véleményem szerint már bőven elég is, már csak azért is, mert a hétvégén Nyíregyházán játszott bajnoki mérkőzést a szombathelyi sárga-fekerette alakulat. Hát nézzük azt, hogy a sereghajtó ellen hogyan sikerült a vasiak összecsapása. Két pocsék formában lévő csapat, a sereghajtó Nyíregyháza és az utolsó előtti helyen álló zsinórban négy bajnokiát is elveszítő Falkó Trend Optika KC találkozott az NB1 A-csoportos férfi kosárlabda bajnokság középszakaszának hetedik játéknapján a Nyírségi Együttes sportcsarnokában. A szombathelyeknél a sérült Chad Timberlake maradt ki a légiósok közül, így pedig Alexander Vlahovics, Jonathan Mitchell és Zsejko Zagorac került be az utazó keretbe. A vasiak aztán elég komoly meglepetésre csupán 4 percen át tartották a lépést az igen szerény játékerőt képviselő nyírségiekkel, ugyanis akkor még 11-11-re állt a derbi. Az első negyed végjátékában azonban a hazaiak szinte állva hagyták a sárga-feketéket, ennek köszönhetően az első negyed végén már 14 ponttal jártak előrébb Sitko Ernő tanítványai. A második 10 perc aztán úgy folytatódott, ahogy az első abban maradt, így a 19. percben már egy kerek 20-as volt a küzdő felek között. A harmadik játékrészben viszont úgy látszott, hogy feltámad a Falkó, egy 12-0-ás szakaszt repesztve 6 pontra zárkóztak fel Perl Zoltánék. Ám mint később kiderült, ez csak egy rövid fellángolás volt, ugyanis a záronegyedben teljesen összeomlottak a vasiak, és végül 16 ponttal 77-61 arányban elveszítették a mérkőzést. A szombathelyeknek zsinórban ez volt az 5. vereségük. Mandics Angyelko vezetőedző csapata továbbra is az utolsó előtti helyén áll a tabellán. A sárga-feketék legközelebb április 5-én szombaton lépnek pályára bajnoki meccsen, amikor a ZTE otthonába látogatnak. Kedves nézőink, tehát a szomorú tény, hogy Nyíregyházán is vereséget szenvedett a Falkó, mint ahogy hallhatták, ez zsinórban az 5. zakó, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, mert azért 16 ponttal kikapni az utolsó helyzet otthonában, hát azért az nem semmi teljesítmény. Gondolom nem lehet vidám a szombathelyek vezetőedzője, Angyelko Mandic sem, akit itt köszönthetek a stúdióba. Szia, hát milyen volt a mérkőzés utáni éjszaka, hogyan tudtad ezt a találkozót értékelni, és hogyan értékeled pár nappal később? Hát ez egy ilyen nagyon, nagyon rossz meccset játszottunk. Sokat kosárlabdáról nem is taktikáról, még ilyen dolgokról nem is lehet sokat beszélni, mert ott hiányzott a ilyen alap dolog, szóval egyszerűen nem volt elég a futás, küzdés. 11 zicsert kihagytunk, az 22 pont, meg azt hiszem 4 vagy 5 büntetőt, szóval az 25 pontot, ilyen könnyű dobásokat. És szóval nem értem, hogy mi történik a csapatommal, őszintén, mert mutattunk, hogy bírunk játszani sokkal jobb meccseket is, amelyiket nyertünk, meg vagy Körmönd ellen, amit kikaptunk, de legalább működtünk, mint csapat.
vagy Jászberénbe, szóval ez ilyen elég enigmatikus dolog, hogy mi történt. Csapattal, ami történt Nyíregyháza, meg persze Szeged ellen is ilyen, ott is volt egy ilyen 6-7 perc a második negyedben. Ilyen jó játék, többi nagyon rossz. Én azt mondtam is, én mint vezetőedző, én nekem felelősségem persze az egészben van. Én attól nem is menekülök, persze, mert az normális, de egy szintig. Szóval én nem bírok belépni a pályára, hogy dobjam be az icért, meg én nem bírok futni valaki helyett. És azon múlik az egész. Hogy valaki bedobja a 3 pont, szóval 6-7 méterről, ha valaki bedobja máma vagy nem, az tud lenni ilyen relatív dolog. De a küzdés meg más dolgok az nem relatív, az muszáj, vagyis az kell, hogy legyen, és akkor bírunk másról is beszélgetni, szóval kosárlabdáról, mert az még csak ilyen alap dolog. Azt is szeretném mondani, szóval megint nem akarok magamnak alibit csinálni, vagy keresni, meg minden, de én nem raktam össze ezt a csapatot, de itt szerintem sok minden nemhogy történt, hanem volt, még én nem jöttem a Falkóhoz, mert 8 meccset azt hiszem, hogy kikaptak, ugye? 7 meccs zsinórban, úgyhogy igen, nagyon rossz szóval, volt. Ha beszélünk az alap szakaszról, hogy felsőház, alsóház, meg hogy mennyi győzött meccset vittünk át volna, de mondom, ilyen nincs sok kifogás, meg alibi. Sajnos nincs sok idő edzeni, mert mindegyik harmadik nap. Jó, most van egy hét az ETA meccs előtt, de az is egy kis probléma, és van még 6 meccs hátra. Szóval mink játszottunk 6 meccsből 4-et idegen pályán, az is egy kicsit furcsa dolog, de mondom, van még 6 meccs, hogy javítsunk az egész szezonból valamit. Én azt hiszem, hogy most annyira ne is tekintsünk előre, hanem egy picit nézzünk visszafelé, mert tényleg nagyon furcsa dolog az, hogy ez a Falkó manapság akkor nyer, vagy akkor játszik jól, hogyha a fiatalok, a magyar játékosok jól teljesítenek. Ha nem megy Perlnek, nem megy Váradinak, nem megy Bognárnak, vagy vagy az egészen fiatalok közül valakiknek, akkor a légiósokra és az idősebb játékosokra hát nem igen lehet számítani. Ezt te hogyan látod? Az igaz, én azt mondtam még 2 hónappal ezelőtt, hogy a 3 fiatal, szóval a Bognár, a Perl, meg a Váradi, szóval ők, ha lejátszanak egy jó meccset, ilyen jó meccset, akkor nekünk van esélyünk nyerni. Ha nem, akkor nagyon nehezen. És az bírjuk nézni úgy, hogy mint mikor voltam itt, mikor jöttem decemberben, szóval én mondtam, hogy beépíteni 2-3 fiatalt, meg ilyen valami nagy eredményt csinálni, az nagyon nehéz. Sajnos az úgy is van, de a pozitív bír az lenni, hogy legalább kap a Falkónak lesz jövőre, vagy a években, amik jönnek, lesz 3 játékos, aki most 19 éves, szóval akik itt lesznek szombaton, és akkor úgy fogják építeni a csapatot, hogy van ez a 3, aki viszi, de az ilyen, van még idő rá. A légiósok, hát sajnos a Zágorac 2 hónappal ezelőtt, mikor, vagyis azt hiszem, hogy igen, 2 hónappal körülbelül, mikor
Hát ez nem is, ez nem kosárlabda sérülés, szóval tönt, az a ciszta, vagy mi volt a has falban, nem tudom, szóval ilyen komoly dolog, szóval utána nagyon, szóval nem bírja formát megfogni, pedig jó formában volt akkor is, akkor volt egy ilyen elég jó, az egész csapatnak jó forma volt. A Timberlake, szóval az, ami Pécs után, szóval nem bírt játszani egy perc a meccs elejétől. Nem tudott játszani, mert azt hiszem a combizom nagyon fájt neki, és szóval ő is sokat szenvedett mindenféle sérülésekkel. A Vlahovics, ezen a kettő meccsen persze, mint a többiek is, szóval erről a kettő meccsen nem kell beszélni. Szerintem a meccsekre, amióta itt van, szóval nem tudom, Nyíregyháza, Kaposvár, Körmend, Jászberény, szóval ilyen jó meccseket játszott. Nem irányító, hogy ahogy mondják, scorer, bedobó, többet néz, hogy asszisztáljon a többinek, de megint, ha kihagyunk 11 zicsért Nyíregyházán, vagy 12-3 pontosot, vagy középtával egy ilyen tiszta dobásokat, akkor persze neki is a gólpassz nem én, mert nem dobják be. Szóval megint mondom, a Szegedi meg a Nyíregyháza az senki se, meg a Mitchellt elfelejtettem, szóval próbálkozik, szóval nincs valami, jó véleményem van Mitchellről. Kicsit az volt a gond, mikor jött, ilyen nagyon rossz állapotban volt fizikailag, szóval az első kettő meccsen nem is használtuk. Beszéltünk nagyon sokat, bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy itt az irányítókról, például Vlahovicsról volt, előtt a Robinson is, hogy itt a Falconál. Nagyon-nagyon úgy tűnik ki, hogy egy irányító rengeteg múlik. Tehát lényegében az irányító ad fazont a csapat játékának. És ezek az irányítók nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy nem igen tudják pótolni ezt a Kálmán Lászlót, aki én az én véleményem szerint messze 30 év fölött is ötször ennyitett le a pályára. Akaratban is, és játékban is. Ezt te hogy látod? Hát az... És vezér volt. Hát itt az a probléma, hogy hiányzik. Szóval mint csapatnak nincs vezér, mert a vezér nem az a játékos, aki legtöbb pontot dob, vagy nem. Nem, vezér az ilyen sokkal komplexebb dolog, szóval ilyen morális, pszichikailag, minden. Az nincs. Kálmán Laci volt egy 20 éve vezér. És az egy, szerintem még egy pár éve el fog múlni, még itt mindegyik irányító, aki fog jönni játszani Szombathelyre, nem is fontos, hogy légiós vagy magyar, nehéz lesz neki, hogy játszon, mert amit a Laci tett a Falkonak, meg az egészben, az nagyon-nagyon nagy dolog, meg sok minden, szóval az is egy probléma, de megint visszatér, mink nem működünk, mint csapat, az a legnagyobb probléma. Mikor működünk, mint csapatok, mint csapat, Körmend, a idegenpályán, Jászberény, nem, akkor közel vagyunk. Ott hiányzott egy szerencse is, még más dolgok voltak az egészben. Amit nem értek, hogy Körmend ellen kikaptunk, és volt, nem tudom, 200-300 szurkoló Szombathelyen, nem tudom pontosan mennyi, hogy kihívták a játékosokat, szóval megmutatták, hogy akartak, hogy küzdöttek, hogy ilyen. Szóval az is egy ilyen nagy respekt kell, hogy legyen, meg mondjam, lendület is, hogy mikor a csapat kikap, akkor a szurkolók is, szóval. De sajnos nem volt elég a lendület. Egyébként ezt hogy látod most? Tehát a csapat elég nagy letargiában van. Tehát a játékosok, én úgy látom, nem is örülnek, nem is bánkodnak egy olyan
olyan állapotban vannak, amikor szinte azt lehet mondani, hogy nem minden mindegy. Na ebből hogyan lehet őket majd valahogy kizökkenteni? Mert azért van még jó pár meccs hátra, és azért a szombathelyi szurkolók szeretnének kimenni az Aréna Szaváriába, és biztatni a csapatot, és olyan dolgokat látni, amit megtapsolhatnak. Ezt hogyan tudod esetleg elérni náluk? Hát ez ilyen... Hát vannak ilyen extrém dolgok, amit lehet csinálni. Szerintem az ilyen semmi extrémen nem fog történni. Szerintem még. De hát kommunikációval, de mi beszélgetünk, próbálkozunk, hogy van-e probléma, van-e gond, van-e valami, ami nem tudom, szóval próbálkozunk, de nincs semmi információ vissza. Szóval mindenki mondja, hogy rendben, beszélek a játékosokról, hogy minden rendben, oké, gyerünk srácok, de az a gyerünk srácok, abból sajnos az maradt csak, hogy gyerünk srácok. És de mondom, van még hat meccs hátra, én tényleg remélkedek, hogy sokat javítani fogunk a játékokon, gondolom megint. Szóval, ha működünk, mint csapat, akkor bírunk valamit tenni. És most én azt valamikor úgy látom, hogy a játékosok azt nem értik, de biztos, hogy értik, de most miért nem működnek mint egy, mert csak úgy, szóval a csapat a legfontosabb. Mindegyik játékosnak, edzőnek, vezetőségnek, mindegy, szóval a csapat. Nem én, te, ő, csapat. Nem dobott kost Per Zoltán vagy a Vil Tamás, hanem a Falko. Nem nyert a Zágorac, hanem a Falko, még fordítva. Nem dobott a Per Zoli játékos a pontot a Per Zolinak, hanem Falkónak. Végezetül az utolsó kérdésem, hogy adja magát természetesen az, hogy itt állunk az utolsó előtti helyen a bajnokságban jelen pillanatban, csak a Nyíregyháza van mögöttünk. Ennyire rossz csapat ez a Falko, vagy azért egy picit jobb? Még valami biztatót is mondjak a végére azért. Annyira rossz nem, az biztos, mert az alsó házban, nem csak az alsó házban, lehet mondani, hogy csak a Szolnok egy csapat, aki sokkal jobb, mint a többiek. Nincs nagy különbség a csapatoknál, de mink utolsó előttek vagyunk, és mink tovább is azt hiszük, hogy mink jó csapat vagyunk, de azt meg kell mutatni is. Mert csak ha beszélünk róla, és ha az nem történik, akkor az csak... Szavak. Igen, csak szavak. Szóval kell valamit megtenni azért is, hogy ne legyünk utolsó előttiek, hogy jobbak legyünk. Ugye? Azt hiszem, hogy ennél jobb végszót nem is igen találhattunk. Magyarul nem beszélni kell, hanem cselekedni. Hát. Okay. Köszönöm szépen, hogy befaradtál hozzánk a stúdióba, és akkor sokkal, de sokkal jobb folytatást kívánunk. Azt hiszem, nem lesz nehéz, mert ha egy meccset nyertek, az már sokkal jobb folytatás egyértelműen. Kedves nézőink, mi pedig akkor a letargiából egy picit zökkenjünk ki, már csak azért is, mert a hétvégén a Szombathelyi Haladás a labdarúgó csapata is itt játszott Szombathelyen, és elárulhatom, hogy a zöldfehérek jóval jobb eredménnyel rukkoltak ki. Két határozottan jó formában lévő csapat, a tabella 7. helyén álló Szombathelyi Haladás és a 9. pozíciót elfoglaló Újpest találkozott a pontvadászat 22. fordulójában a Rohonczi úti stadionban, ahova közel 4000 néző látogatott ki a derbire. A vasi zöldfehéreknél különböző okok miatt több meghatározó játékos is hiányzott, így Halmosi Péter, Simmer Szabolcs, Devecseri Szilárd és Dvorsák Gábor sem állhatott Artner Tamás vezetőedző rendelkezésére. A vendégeknél is volt egy nagy hiányzó, ugyanis a csapatkapitány, Kabát Péter eltiltása miatt nem léphetett pályára. A találkozó gyászszünettel kezdődött, a napokban elhunyt dr. Németh Istvánra és Tebeli Györgyre emlékeztek egy perces néma felállással a stadionban. A mérkőzés első félideje azonban nem volt méltó sem az elhunytak emlékéhez, sem pedig a bajnokság színvonalához, ugyanis szinte elvétve sem forogtak veszélyben a kapuk.
A játékrész hajrájában azonban felpörögtek az események. Előbb Nagy Gábor 22 méteres lövését tornázta ki nagy bravúrral a bal felső sarok elől, Marko Dmitrovic, majd nem sokkal később egy újabb haladászicser következett. Ekkor Nagy Gábor ugratta ki parádés átadással Radó Andrást, a fiatal támadó pedig 12 méterről a bal alsó sarokba helyezett. A szünetre így 1-0-ás szombathelyi vezetésnél vonulhattak a küzdőfelek. A második 45 perc sem hozott túlságosan sok izgalmat. A 61. percben német Mário, míg a 71. Asmir Sújics próbálkozott meg a góllövéssel, ám egyikük sem járt eredménnyel. A hosszabbítás pillanataiban még Balogh Balázs indított útjára 20 méterről egy bombát, ám azt Rózsa Dániel könnyedén hatástalanította. A találkozót végül 1-0-ra a szombathelyi haladás nyerte. A vasiak újabb sikerükkel feljöttek a tabella 4. helyére. Artner Tamás együttese legközelebb pénteken a Puskás Akadémia otthonában lép pályára bajnoki mérkőzésen. Kedves nézőink, labdarúgás után folytassuk labdarúgással, ugyanis itt köszönhetem a stúdióban már Marko Edinát, a női labdarúgó válogatott újdonsult szövetség kapitányát, akinek természetesen legelőször is gratulálni szeretnék. Köszönöm a kinevezéséhez. Szépen. Viszont azt látom, hogy túlságosan vidám nem vagy, abból adódóan, hogy igen-igen furcsán tartod a bal kezedet. Mi történt veled? Hát majdnem 20 éven keresztül jártam az MTK pályára, Salgótarjáni útra vagy a Hungária körútra. Nem sérültem meg soha. Most, hogy mérkőzést látogattam 2 héttel ezelőtt az MTK Viktóriát, megcsúsztam a lépcsőn, ahogy néztem a mérkőzést. Vissza akartam kapni a korlátra, hogy ne essek le, és hát sikerült eltörni az ujjam. Úgyhogy Rajki doktor úr meg is műtötte, össze kellett tűzni, mert elmozdultak a csontok. De hát ez legyen a legjobb bajom, úgyhogy ettől még nincs az kedvem. A kedvedet lehetséges, ugye az mindenképpen pozitív irányba befolyásolja, hogy azért már elkezdődött a munka a válogatottnál, és nem is rosszul. Igen, hát ugye február 11-én nevezett ki az MLS elnökség, és 18-án tartottam az első összetartást. Aztán hát a legnagyobb kihívása az elmúlt hónapban az a horvátországi nemzetközi torna volt, ahol várakozáson felül sikerült szerepelni, bár nem az eredmény volt az elsődleges cél. Szerettem volna a Magyarországonról kiválogatott legjobb játékosokat a külföldiekhez, a külföldön játszó játékosokhoz mérni, hogy ki az, akire lehet tényleg számítani a világbajnoki selejtezőkön. És hát valószínűleg a dolgok összefüggnek, mert tényleg jól sült el ez a torna. Horvátországon egy 2-2-2-2-es döntetlen értünk el, és az Egyesült Államok régiós U17-es válogatottja ellen 4-0-ra nyertünk, illetve Lengyelország ellen, ami a legnagyobb skalp eddig, 4-1-re sikerült nyerni. Teljesen új elvek alapján válogattál, vagy azért hagytál meg az előző szövetségi kapitány által összeállt a csapatból is embereket? Hát ez nem az embereken múlt, tehát nem megfordítanám a dolgot. Igazából szeretném mindig az aktuális, a legjobb állapotban levő játékosokat behívni, mivel nincs olyan nagy merítési lehetőség, természetesen vannak átfedések. A játékban viszont taktikailag nem gondolnám, hogy most olyan szinten bele kell nyúlni, hogy összezavarjam a játékosokat, hanem próbálok abból a felállási rendből kiindulni, amit eddig játszottak, ami a játékosokra illeszthető, de azért minimális változások vannak, és hát mindig azt mondtam a lányoknak, hogy kiskanál effektussal mindig adagolok egy picivel többet, hogy tényleg ne legyen drasztikus változás, mert az nem lenne szerencsés. Amikor legutoljára beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy nem csak a játékban kell változtatni, nem csak a csapat összeállításában kell változtatni, hanem a szövetség, a csapat és a klubok viszonyán is. Ebben a kérdésben tettél-e már lépéseket? Igen, hát folyamatosan tartom a kapcsolatot az edzőkkel. Tehát az összetartások előtt, illetve után próbálok velük beszélni a játékosok állapotáról. Illetve a legutóbbi összetartásra, ami most március 25-26-án volt Telkiben, meghívtuk a klubedzőket, NB1-NB2-es klubedzőket egy bemutató edzésre, ahol volt szerencséjük vagy szerencsétlenségük látni a válogatott munkáját, illetve konzultációra is volt lehetőség a játékosok egyéni állapotáról, illetve azokról a mérésekről, amiket elvégeztünk a játékosokkal. Én úgy gondolom, hogy pozitív volt ennek a visszajelzése. Ezt szeretnénk folytatni majd április 22-én, ahol tovább építjük ezt a fajta munkát. Mi a Orbán Attila az erőléti edző, a segítőm a válogatottnál, és főleg az általa bevezetett új
erőléti és erőfejlesztő módszereket, méréseket, stabilizációs, mobilizációs gyakorlatokat mutattuk be az edzőknek, hogy mik azok a feladatok, mik azok a gyakorlatok, amiket otthon játékosoknak folyamatosan a hétköznapokban is csinálniuk kell ahhoz, hogy tényleg fejlődjenek. Nem tudom, hogy meg kiértékeltétek-e ezeket a méréseket, milyen állapotban vannak a magyar női válogatott tagjai? Hát van egy nagyon jó átlag mindenféleképpen, nagyon homogén volt a társaság. Hát három játékos emelkedett ki, akire azt lehetett mondani, hogy egy német teszten is megállna a helyét. Szerencsére ők fiatalok, és lehet rájuk remélhetőleg hosszú távon számítani, de a többiek is az időszakhoz képest abszolút jó állapotban voltak. Hát van egyfajta probléma, most igazából, ami a gyorsaságot jelenti, hogy mindenféleképpen ez nekem egy nagyon nagy kihívás és fontos feladat, hogy gyorsítani kell a játékosokon, illetve a csapaton így összességében, hiszen nemzetközi szinten ez egy alap, hogy tényleg fizikálisan kifogástalan állapotban legyenek, erőlétben legyenek a játékosok, és gyorsak legyenek. Hát emellett persze tudniuk kell futballozni is, de ez az alap, hogy a gyorsaság az adott meg legyen. Egyébként nekem a kérdés mögött egy olyan hátsó gondolatom volt, hogyha nem is tudom, hallottam, olvastam valamikor valahol, hogy ha viszonyítjuk természetesen a két nem közti különbségek alapján a teljesítményt, amit itt leraknak ilyen felméréseken, akkor a magyar hölgy futballisták sokkal, de sokkal jobban állnak, mint mondjuk az urak, azaz a férfi válogatottunk. Ez mennyire igaz? Hát én úgy gondolom, hogy sok tekintetben, hogyha motoros képességeket nézzük, akkor a hölgyek esetleg jobbak lehetnek, ami nem genetikai adottság kérdése, mert például gyorsaságban, dinamikában soha nem fogjuk felvenni a férfi futballistákkal a versenyt. Egyébként én ockodok mindig az ilyenfajta összehasonlítástól, mert nincs értelme. De például az állóképességi mérésekben abszolút kitartást igénylő mérésekben abszolút jobbak a hölgyek. Én azt gondolom, hogy amit olvashattál, az inkább arra vonatkozott, hogy a nemzetközi elittől nem vagyunk olyan messze ebben a tekintetben, mint ahogy a férfi futball, a mai magyar férfi válogatott mondjuk a nemzetközi elittől. Tehát nincs olyan nagy szakadék, nincs olyan nagy távolság, talán elérhetőbbek, talán közelebb vannak hozzánk. Hát ezen dolgozunk, hogy ezen faragjunk még egy kicsit. A szombathelyi csapatból, hogyha az emlékeim nem csalnak, aki most jelen pillanatban is a Viktória kötelékébe tartoznak, Tóth Alexandra került be a válogatottba. Igen. Vele mennyire hosszú távon számolsz, és hát kiknek lehet még esélyük a gárdából arra, hogy bekerüljenek a keretedbe? Igen, hát Horvátországban nagyon nagy feladat volt, és az összetartások során is, hogy a négyes védőláncot, a védősort kialakítsuk. Hát Alex ott van a hat legjobb védő között Magyarországon, tehát az, hogy éppen ki aktuálisan legjobb állapotban levő, ez mindig meghatározó, ki fog játszani. Most nem számítok rá kezdőjátékosként, mondom most még hétfőn, aztán lehet, hogy csütörtökön az összetartáson, vagy pénteken már másképp fogom gondolni, tehát mindenféleképpen ott van a tűz közelben. Hát mellette még Marsai Nikolettával voltam úgy, hogy sajnos nem tudott velünk jönni Horvátországban, mert kötelező sítáborban kellett részt vennie az egyetemmel. Tehát ha ő el tudott volna jönni oda, akkor talán sikerült volna beépíteni a csapatba, így még erre várni kell. Ő egész jó formát mutat a bajnoki mérkőzéseken. Én szeretném azért őt más poszton szerepeltetni, mint ahol a Viktóriában játszik. Tehát nagyon lyukas poszt, a baloldali védő poszt a válogatottban. Szerintem ő meg tudná oldani. Úgyhogy Csabával már kicsit egyezkedünk, hogy próbálja meg néha. A régebbiek közül most például gondolok itt Rácra, Tárosira, Siposra, mennyire számítasz majd? Hát én úgy gondolom, hogy a légiósokra nagyon komolyan kell számítanom, hiszen a horvátországi torna megmutatta, hogy tényleg fizikális dolgokban, mutatókban, játékban, mentális mutatókban mennyire jók. Tehát most tényleg Rács Zsófira gondolunk, akkor az ő játéka nagyon nagyot lendített a válogatott játékán. Őt az elmúlt időszakban egy kicsit mellőzték, bár volt előtte sérülése is. Én úgy gondolom, hogy ő kihagyhatatlan a mai magyar válogatottból. Az ő játékára mindenképpen szükség van. Hát Tóth Gabi, Szu Erika ugyanúgy a Berlin Hertha Berlin csapatából meghívást kaptak. Aztán Szarvas Alexandrára is szeretnék számítani, aki a SC Kriens svájci első osztály bajnok esélyes csapatnak a játékosa. Ők is folyamatosan lehetőséget kapnak. És hát vannak ugye az osztrák első osztályban játszók, a Sipos Lila, Tárosi Szabina, és most bekerült a keretbe a Szolda Melinda is, olyan sok sérülés volt kapus poszton, hogy ő is behívásra került. Hát remélem, hogy ő is tudja ezt
a dolgot bizonyítani, hogy esetleg helye van. Én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ennek való büszke, vagy erre való büszkének kell lenni, hogy tudtunk olyan játékosokat kinevelni, akik európai jó bajnokságban megállják a helyüket, és ezek tényleg nem olyan játékosok, nem akarom a férfi futballt bántani, hogy légiósok, de ülnek a padon és nem játszanak. Ezek a játékosok a jó bajnokságban, a klubjukban meghatározó és kulcsjátékosok, és játszanak is hétről hétre. Ha már a kapusposztot említetted, milyen helyzet Papesztivel, mert ugye ő régebben nagyon sokszor volt válogatott, aztán egy súlyos sérülés következett a pályafutásában, most jelen pillanatban milyen helyzet vele? Hát még nagyon reménykedünk, ugye megműtötték keresztszarak szakadásra, de ezt itt porckopás diagnózisa is fennáll, hát most elkezdte az edzéseket januártól, és teljes értékű munkát végzett, és hát nem volt jó a lába. Hát még a vizsgálatok nem értek a végükre, nagyon remélem, hogy tudja ő még folytatni a pályafutását, mert ha ő 100%-os állapotban van, akkor ott van a helye a válogatottban természetesen. A válogatott most, ha jól tudom, akkor a Finnország elleni mérkőzésre készül majd. Milyen reményekkel vágunk neki a világbajnoki selejtezők folytatásának, és hát mit vársz a csapatottal? Hát 5-én szombaton 3 órakor játszunk az Etó stadionban, a finnek ellen, aztán 10-én játszunk kint Finnországban. Hát mai nap egy kicsit sokkoló volt számomra, mert kiderült, hogy Akafi Zsanett, aki tegnap végigjátszott a Wolfsburgban a Barcelona elleni BL visszavágó mérkőzés sérült. Tehát injekcióval játszotta végig ezt a mérkőzést, és mai nap nem tudott lábra állni, és orvoshoz kellett neki menni. Kiderült, hogy fáradásos törés, repedés van a bokacsontján, úgyhogy ki kell hagyni a 2-3 hetet, tehát rá nem számíthatók. De hát nagyon remélem, hogy nem egy játékoson múlik ez a dolog. Elég nagy reményekkel indultunk a horvátországi torna után. Én nagyon bízom benne, hogy a lányok ezután sem, hogy mondjuk a Zsani nem tud velünk lenni, nem fognak ezen a fajta hozzáálláson változtatni. Finnek nagyon jók, 23-ak a világranglistán, mi 38-ak vagyunk jelenleg. De én azt gondolom, hogy nincs olyan különbség a két csapat között, hogy feltartott kézzel kellene kimenni ellenük. Én nagyon bízom a pontszerzésben, és hát a két mérkőzésen pedig akár több pontban is. Ha az emlékeim nem csalnak, akkor eddig 3 mérkőzésen van túl a válogatott, 2 győzelem és 1 vereség itthon az osztrákoktól. Így van. Ha Cuzánban nézzük az egészet, akkor valami kis realitása van annak, hogy esetleg kiharcolhatja a csapat a világbajnoki részvételt, vagy ezek túlzottan merész álmok lennének? Én gondolom, hogy egyelőre merész álmok, tehát hogyha realitások talaján maradunk, akkor merész álmok. Hát két legkönnyebb hazai mérkőzést nyertük meg, ugye a kazahok és a bulgárok ellen. Az osztrákok elleni hazai vereség az fájó, hiszen azon a mérkőzésen eldőlt, hogy nem biztos, hogy nekünk a második helyre van esélyünk. Ugye 5-en vagyunk a csoportban. Franciák kiemelkednek, ők most jelenleg a 4-ek a világranglistán, és ott vannak az összes Európa-bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, kiemelkedően jó a klubfutballjuk, BL döntőt játszanak évről évre, bár most kiesett a Lyon, de hát nagyon jó a francia futball, tehát ők abszolút kiemelkednek, és az első helyre esélyesek. Aztán jönnek a finnek és a franciák, vagy osztrákok, bocsánat, hát kettőjük között fog úgy gondolom eldőlni, reálisan nézve a második hely sorsa, ugye a 4 legjobb második pótselejtezőt játszik. Én azt gondolnám, hogy jelen helyzetben, így ha kikaptunk itthon az osztrákoktól, a harmadik hely is bravúr lenne már, de az ember azért sportol, hogy ezekre a bravúrokra hajtson. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha az osztrákok ellen is idegenben azon a mérkőzésen meg tudnánk mutatni, hogy ez a 0-3 itthon ez egy kisiklás volt. És hát a finnek ellen sem megyünk, ahogy mondtam már, feltartott kézzel a pályára, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a lengyelek elleni skalpvadászatot sikerül folytatni. Én azt gondolom, hogy ennek a világbajnoki sorozatnak elsősorban most ez lehet a célja, hogy egy-egy ilyen mérkőzésen tudjunk nyerni. Aztán, hogy ez egy folyamatban már biztosabb legyen a következő kiírásban, az rengeteg munka, nagyon sok összetevője van. De azért a világban, aki részvételről most még ne álmodozunk, nem lenne reális. Végezetül pedig ugye most már akkor túl vagy egy jó kis időn a válogatott mellett, van egy sikerélmény, ugye, amit ez a torna adott. Hogy érzed magad szövetségi kapitányként, felnőtt szövetségi kapitányként, ugye, mert már korosztályos csapatnál voltál első számú edző? Hát minden nehézségével együtt úgy gondolom, hogy nagyon megbántam volna, ha nem vállalom el. Nagyon élvezem a munkát. Amit egy kicsit tartottam, vagy amit gondolkoztam, hogy van-e annyi olyan lány, aki ezt igazán szeretné csinálni, és komolyan akar velem dolgozni. Hát Horvátországban ez kiderült, hogy akarnak velem dolgozni, és számomra ez a legfontosabb. Úgyhogy én abban bízom, hogy tényleg, ahogy
nagyon sok meglepetést, eredményt produkáltunk az elmúlt években az U19-szer, ugyanazokkal a lányokkal most felnőtt szinten is sikerülni fog. Én azért nagyon-nagyon várom ezt a finnek elleni mérkőzést, és hát a mérkőzéseket, és utána a többit is, mert én bízom benne, hogy tehetségesebb ez a generáció annál, hogy csak úgy legyintsünk rájuk. Hát ugye 2019-ben lesz az a világbajnokság, amikor már létszámemelés lesz. Előtte lesz egy Európa-bajnokság, ahol szintén létszámemelés lesz. Tehát én azért mondom, hogy ez a mostani 2015-ös kanadai világbajnokság azért távol van, de a többi nem szabad, hogy távol legyen. Tehát mindenféleképpen az a cél, hogy a következőre már kijuthassunk. Hát akkor merjünk merészeket álmodni. Így van. Oké, köszönjük szépen befeleltestődébe, és akkor további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig akkor a műsorunk vége felé a diáksporttal folytatjuk. Itt Szombathelyen rendezték meg a regionális találkozóját a sportiskoláknak, a dunántúli sportiskoláknak. Egy ilyen jeles eseményen természetesen a mi kameráink is ott voltak. Szombathelyen az Rényi Ilona általános iskolában tartották meg a dunántúli sportiskolák harmadik regionális találkozóját. Az összejövetelre Veszprémből, Győrből, Kaposvárról, Tatáról, Zalaegerszegről, Pécsről, Darogról és Székesfehérvárról érkeztek vendégek. A rendezvényt Lazári Viktor sportért felelős alpolgármester nyitotta meg. A jövő a tudatos, innovatív képességi rugalmas iskolát kíván, amely szociális, kulturális és sportterületen egyaránt fejleszt. Amikor megláttam ezeket a mondatokat, akkor nagyon megörültem neki, hogy a sport bekerült ebbe a gondolatkörbe, hiszen emlékszem rá, hogy 4-5 évvel, 6 évvel ezelőtt, amikor testnevelő tanárokkal, sportvezetőkkel beszélgettünk, akkor mindig fölmerült az a kérdés, hogy hol van a sport helye az iskolákban. És én úgy érzem, hogy talán az elmúlt években ez a hely egyre inkább előre került. Hiszen valóban az elmúlt 4 évben Magyarországon rendkívül nagy utat tett meg a sport területe, és ezen belül a diáksport területe is. Gondoljunk itt azokra a szervezeti átalakításokra, amik történtek, nem csak az oktatási rendszerben, hanem az egész sportirányításban. A találkozó programjában előadások, valamint bemutató testnevelés órák követték egymást. Az Rinyi iskola tanulói, a vendégek egybehangzó álláspontja szerint kitűnően felkészültek a bemutatókra. A sportiskolák regionális találkozója hagyományos sportiskolák között, egyébként 120 sportiskola van az országban, ezek egy része köznevelési típusú sportiskola, mint jelen esetben az Rinyi. Az elmúlt évek szép hagyományait követve a dunántúli iskolák összegyűlnek és egy sportszakmai fórumot tartanak, ami kiváló alkalom a sportszakmai kérdésekben, pedagógiai, sportpedagógiai kérdésekben való egyeztetésre. Nagyon örülünk, hogy házigazdái lehetünk, hiszen ez egyrészt egyfajta szakmai elismerés, másrészt pedig egy szombathelyi jó gyakorlat mintájának nyújtása az ország más hasonló típusú intézményei számára. Van esetleg olyan kiemelt téma, ami most nagyon aktuális, és ebből az alkalomból át tudjátok tárgyalni? Mindenképpen az együttműködési háló köré próbáltuk szervezni ezt a konferenciát. Az együttműködési háló itt iskolát, sportegyesületet, országos szakszövetséget jelent, és ahogy említettem, Szombathely ebből a szempontból mintaértékű. Az Rényi, a Nagy Lajos, illetve a szombathelyi sportegyesületek együttműködése mintaszerű és jó eredményeket hoz. Végülis ugye ez nem csak egy konferencia, hanem vannak bemutató órák is, amit meg tudok tekinteni a pedagógusok. A gyerekek mennyire készültek erre, mennyire fontos az ő számukra, hogy megmutathassák magukat? Nagyon fontos. Készültek rá a gyerekek. Ha idegen érkezik az iskolában, akkor mindenki megpróbál viselkedni, de mi azt kértük, hogy mindenki legyen természetes, legyen ez a bemutató igazi életszagú, hiszen aki az Rényibe belép a hétköznapokon, ugyanazt tapasztalja, mint most, jól nevel gyerekeket, kötelességtudó, tisztelettudó gyerekeket, akik jól motiváltak tanulásra és munkára. A résztvevők úgy vélekedtek a programokban zsúfolt nap után, hogy a konferencia maximálisan elérte célját, hozzájárult ahhoz, hogy a diákok a jövőben még inkább össze tudják egyeztetni a magas színvonalú sportolást és tanulást. Kedves nézőink, semmi pillanatot két óriási örömisért, ezt szeretném gyorsan megosztani önökkel. Az egyik az, hogy Marko Adinától kaptam egy Bayern Münchenes sörnyitót, nekem gyermekkorom óta a Bayern München a kedvenc csapatom. Igen nagy örömet okozott ezzel a szövetségi kapitány nekem. Azt nem merem megmondani, hogy hány éve a Bayern a csapatom, legyen annyi elég, hogy a kisgyermekkorom óta. Aminek legalább ennyire örülök, az pedig az, hogy több mint 50 SMS-sel tiszteltek meg bennünket a műsorunk alatt. Nagyon szépen köszönjük, örülünk annak, hogy ilyen sokan nézik, és hogy ilyen sokan gondolják úgy, hogy SMS-sel tisztelnek meg bennünket.
tehát akkor ebből az 51 szám szerint 51 SMS-ből kisorsolnám azt a két nyertes, aki belépőjegyet nyert a Falkó következő hazai mérkőzésére, amit április 9-én szerdán a Jászberény ellen játszanak majd a sárga-feketék. Az első nyertesünket az aljáról húznám akkor ki. 72249045-ös számról küldte a kedves nézőnk az SMS-ét, gratulálunk a nyereményéhez. A másik pedig akkor mondjuk legyen innen fölülről. Ez pedig a 20-580-65-06-os számról érkezett. Mind a két nyertesünk, tehát két darab belépőjegyet nyert a Falkó következő mérkőzésére. Gratulálunk nekik. Kedves nézőink, a mai arénába ennyi fért, de ne menjenek messze a képernyőtől, ugyanis hamarosan folytatjuk a Monste sportesténket, hogy így fogalmazzak. Következik az Akadémiai Foci magazin, azt követően pedig a Portré. Tartsanak továbbra is velünk! A műsorvezetőket a Jeans Store öltözteti.